Na szóval, meg is érkeztünk, folytatjuk itt a kalandjainkat Ethannel. Vajon mi fog történni, Sziasztok! Na, a helyzet az, hogy azért vagyunk itt, mert rendkívüli módon nagyon szerettétek itt a Resident Evil Village-et, szóval nyilván van folytatása neki, jó? Tehát nem foglalkozunk mással, csak azzal, hogy nektek jó legyen. Nem is tudom, van hal vagy? Nem! Nem lőni akarok, édesanyám, jó? Van itt hal vagy nincs itt hal? Nem tudom, mert nem látok igazából semmit körülbelül. Keresünk nagyon, de... Ott van. Nem látok semmit, jó? Tehát innentől kezdve nem is foglalkozunk ezzel annyit. Próbálok kijutni igazából. Hol a francba vagy, te hal? Nem jövök rá, hogy miért bugyogott körülöttem, na mindegy. Szóval, megyünk tovább, kérem szépen. Nem is tudom, hogy itt a fákon vannak-e dolgok, de úgy emlékszem, igen, szóval talán esetleg arra is kellene figyelni, hogy véletlenül se hagyjak-e semmit. Egyelőre vissza. És haladunk tova. Nem túl kedves a fogadtatás, jó? Tehát itt sötét van, nem kedves. Ja. Igazából sokfelé nem tudok menni, szóval kizárásos alapon csak errefele fogok menni. De jó. Well, well. Didn't think anyone was left. You must be pretty tough. Huh. Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Mother Miranda's gonna love you. Quit your whining. We're almost there. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can see that you trust the moment to have some trust. My daughters and I are delivered to you. Get out of the way, ugly! I want to see! He's awake! Ready, shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private? Where's the fun in that? Give him to me. And I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thing's suffering is assured. Gag, gag, if the man's dick is cut off in the castle, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to that. Oh, keep growing. One day your head might actually fit your ego. Fight. Don't I get a say in this? Silence! My decision is final. Remember from whence you came. Thanks. Lycans and gentlemen. We thank you for waiting. And now let the games begin! Let's see what you're doing here. Ethan Winters. Get ready. No way! Jim. Line.
Lótifuti van, gyerekek! Nagy a szar, rendkívüli módon üldöznek minket. Valahogy innen ki kell jutnunk, szóval... anyátokat azt, jó? Szóval nem foglalkozunk azzal, hogy mi az Isten van körülöttünk, rendkívüli módon száguldunk. Nem arra, arra. Üld már! Na végre, édesanyám, miért állok meg menet közben? Nem tudom, hol vagyok, de nem jó hely. Valahol itt fog jönni egy szép kis lájken, ha jól emlékszem. Hagyjad, ott is van! Szevasz, ez az a csáv, aki a legelején minket itten zaklatott. Nem túl szép. De nem baj. Ethan teste mindent kibír. Mindent is! Na, és akkor most hol a francba vagyunk igazából? Ja. Na most van baj. Most van baj. Természetesen, hogy ne lennék életben? Ethan teste rendkívül durva. Ós itt van. Menjünk már el innen a francba. Ott. Hol volt? Gyerünk már, sias. Ott. Azaz, na végre. Benéztem. Oké. Okay. Shit van. Shit, fuck shit. Oké, és ha jól emlékszem, akkor itt kell valahol megbújnom, és akkor éppen, hogy túlélem. Gyerünk. Ezer éve nem játszottam vele. De ezt tudjátok, jó? Tehát egy hosszú részt már láttatok belőle, vagy nyilvánvalóan tudjátok. Azaz. Azért ez bátor. Meg vagyunk. Yippee-ki-yay, madafaka. Okés. Ja, túl közel volt, az így van. Na most, oké, ezt ledarálta helyettem. Azt is. Hangunammó, oké. Totálisan rohadt sötét van. Nem tudom nálatok milyen, de nálam igen. Ott semmi. Nem tudom merre megyek, de arra nagyon. Ajtó, itt valami, sehol semmi lút, gyerekek, sehol semmi lút. Visszajöttünk ide, akkor megint valami durva jön, mi? Tuti. És nem, úgy emlékeztem, hogy igen. Na most ez itt nem lesz annyira fasza. Ja, kimegyünk a szabadba, és itt jönnek dolgok, úgyhogy akkor... Hol van az a rovat varjú? Nem látom. Az varjú? Az. Az, oké. Okay. Na. Itt úgy emlékszem, lesznek lájkenek, nem vagy benne 100%-ig biztos, de... Herb, lej, oké. Okay. Valahol itt valami? Nem nyert? Nem nyert, jó, akkor megyünk tovább. Az a helyzet, hogy amikor először játszottam ezzel, és hogyha most látjátok először bárkinek a tolmácsolásában, akkor ti is meglepődtök. Nem tudtam, hogy ez Resident Evil. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Na szóval visszatértünk ugye ide. Welcome, Ethan. És van bolt, ugye, tehát Resident Evil 4-hez képest ismét visszatért, van, vannak ugye ellátmányaink, vannak ugye fegyverek, meg ugye elvileg, igen, tehát el tudunk adni dolgokat, nem. De, el tudunk adni dolgokat, az mi, az pisztoly, az kell nekem, puska az rohadtul kell nekem, akna az hasznos dolog, first aid med az nagyon-nagyon jó dolog,
Jó, akkor semmi. Tudom, hogy az, de egyelőre abszolút nem érdekel. Na most föl kéne turbozni őket, de jelenleg 1790 lejjen van összességében, szóval... Ja, ez kb. Egyébként ilyen mutatóban van most jelenleg, tehát ilyen túl sokat nem érek vele. Jó? Tehát... Csak hogy tudjátok. Mutatóban nem foglalkozunk. Ez így van, következő alkalommal kicsit jobb lesz. Sokkal szemetebb egyébként, mint a Resi 4-ben volt a Merchant, tehát... Sokkal kevesebb cucc van, amit tudunk használni. Sokkal kevesebb. Alig kapunk lőszert, alig tudunk lóvét felszedni, sokkal szemetebb az egész sztori. Na gyerünk! Bizonyosan meglepődtetek jó páran, hogy most itten Village van, de az a helyzet, hogy úgy döntöttem, hogy régen volt már ilyen, hogy egyszerre futatunk kettő sorozatot, szóval most éppen ideje volt, jó? Tehát most akkor kaptok egy kicsi Ratchetet, kaptok egy kicsi Ethan Winterst, és így tovább, és így tovább. Ezt szét tudom csapni? Igen! Igen! Ez az! Szét tudom csapni ezeket, tök jó. Totálisan tök jó. Na most... Sok opcióm nincsen, szóval... Ez mi? Az ott micsoda? Lóvé. Ide majd sokkal később jövünk, szóval igazából egyetlen egy irányba tudunk haladni. Nem baj. Nem baj, nem baj. Ah, valami ott van. Mi az? Azt mondja, január 5-e, Rednik, egy férfi és három nő szállítása. Január 28-a, Miranda anya. Találkozás Dimitrescu asszonnyal. Mistress, az nem tudom mi. Na mindegy. Február 1, The Duke, vagyis a gróf, ugye, ha jól emlékszem? Talán az. Igen, azt mondja, hogy üzleti megbeszélés. Nem tudom, hogy kinek a naplója ez, de jó. Na. Miért lehet kinyitni, ha nem lehet megnézni? Itt nem tudom kinyitni, szóval locked from the other side. Hangok közben vannak, de ez annyira engem nem zavar. Shotgun ammo, tök jó. Azt meg nem szedem fel, ami ott van. És itt? Nyente, nyista, semmi. Elég lineáris jelenleg. Még. Oké. Totál elfelejtettem, hogy hol van dolog, meg hol nincs. Aha. Indulnak az izgalmas dolgok. Itt is a gyúk van, jó? Vagy lesz. Majd a későbbiekben. Ja, meg itt is van egy ilyen olvasnivaló, azt mondja, hogy Norstein, szép név, labirintusa. Azt mondja, 19%-ig fiszkó, nem olvasom teljesen végig az egészet, azt mondja, hogy 4 darab labirintust alkotott, azt mondja, hogy egyet a kastélyban, a házban a hegytetején, a vízkeréknél és a vastoronyban. Oké. Valamint ezek után kinyírta magát. Igen, tehát mindegyik... Na, tehát mindegyik egyet és mindegyik kristályosodott emberi maradványokat tartalmaz. Hát köszönjük szépen, természetesen megpróbálunk ezek közül minél többet összeszedni, jó? Természetesen. Most arra fölfelé is mehetnék, de én meg akarom nézni, mi van itt. Semmi. Jó, totál zárva van. Ott ki tudok menni? Nem, itt valami azt mondja, hogy... banyák, valami van. Man blood. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Now, let's take a look at him. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Hmm.
starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Budema! Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Wait, what are you doing? Na, vissza is tértünk. Egyrészt óriási buda. Másrészt ez tényleg az ilyen készadizó szimulátor 2, de tényleg, tehát mit bír ki még itt? Ez fájni fog. Ez meg! Ez mindig kiakaszt. Bírok én minden vért, bélt, egyéb dolgokat, de ez csesz meg. Nem tudom. Ez teljes mértékben kiakaszt. Nem tudom miért. Azaz. Nem tűnt föl neki, hogy ennyitől meggyógyul, és ez így tök jó. Vajon miért? Na mindegy. Semmi spoiler, gyerekek, jó? Semmi spoiler. Helyette inkább körülnézünk, azt mondja, rendkívül tűz. Oké, valami, van egy treasure-öm, tehát ezt el fogom tudni adni majd pénzért. Gondolom, mi fogok tudni leginkább pénzt keresni, mert egyébként nagyon-nagyon nem. Na, szóval akkor. Gondolom, csak erre tudok menni, szóval nézzük meg, mi van itt. Ó, bazi nagy szoba, mi van itt? Egy könnyen pikkelhető lock. Szóval azt mondja, amikor lockokat pikkelünk, akkor az sokkal-sokkal-sokkal jobb. Kapunk dolgokat. Na majd arra fele kell menni, ha jól emlékszem. Nem még benne 100% biztos, de még nem megyünk arra, de körülnézünk itt. Mi van még itt szép székeken kívül? Semmi az égvilágon. Arra fele. És persze, be van zárva, tehát terelget. Jó, menjünk be. Azaz. Minden Resident Evil játékba kell egy kandalló. Egyébként tényleg, tehát amit elkezdtem mondani, hogy amikor először játszottam ezzel, meg egyébként a héttel is, olyan fura volt. Tehát nem érződött Resident Evilnek sok szempontból egészen a legvégéig. Viszont a 7, tehát a Resident Evil 7, meg a Village is egy akkora mocsok nagy csavarral mutatja be, hogy hogy is kapcsolódik a Resident Evil univerzumhoz. Hogy az valami félelmetes, de nem spoiler. Oké. Szóval, most itt átjutunk elvileg. Mondom én. Hogy nyitom meg a igen, ott, items. Nem craftolunk, van cucc. Ezzel azt mondja, hogy... Tudok valamit csinálni? Ki tudok szedni belőle? És igen, van egy szemem. Oké, köszönöm szépen. Családi fénykép. Akkor nézzük már meg ezt is. Aha. Mi a fene? Meg rózsa. Kezdem azt hinni egyébként, hogy a legtöbb fiókot abszolút nem érdemes megnézni, mert úgysem találok benne semmit. Jó, most akkor arra meg arra is tudok menni. Nagy ajtó hova vezet? Oké, húzzunk innen, itt nincs semmi még, jó? Nézzünk arra tovább. Unlockoltam. Ja, itt voltam, akkor semmi, akkor csak a nagy ajtón tudunk menni. Tehát sokkal lineárisabb az egész, mint a korábbi részek, jó? Tehát még a remake-ben is sokkal több keresgélni való volt. Na most itt pedig, ugye, maszkok kellenek majd, nekem jelenleg egy deka sincsen, szóval akkor megyünk fölfele. Azt hittem, hallottam, hogy valaki beszélget valahol. Várjunk csak, megyünk vissza a Duke-hoz kicsikét, és eladunk neki dolgot, hát ha tudunk venni dolgot, jó? Nézzük, szevasz! És ott van! We meet again! Duke? Azaz. Why are you here? Where there's coin to be made.
And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Dame Tresk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Na, persze, hogy eladunk neki dolgokat. Oké, és nézzük, csak azt mondja, hogy pakoljunk bele, kérem szépen. Ez értékes, szóval eladjuk, igen. Leért, köszönöm szépen. Itt semmi más nem tudunk jelenleg, szóval kizárásos alapon. Megnézzük, hogy itt mi van. Azt mondja, hogy... továbbra sem tudunk igazából semmi értelmeset vásárolni, szóval... max az ammo kapacitét tudnánk föltolni, de hát az meg semmit nem ér jelenleg. Nem. Nem. Jelenleg semmi olyan nincsen, ami engem kifejezetten érdekelne, szóval akkor lépünk tovább, jó? Én meg egy kisbicskával megyek neki itt mindenkinek is, jó? Tehát ne lepődjetek meg rajta. Nézzünk körül, mielőtt tovább megyünk. Van-e bárhol bármi? Ott egy köcsög. Azaz. Nincs már ki? Semmi, jó. Oké. Nem. Jó, most ha jól látom, akkor három darab opcióm van. Egyszer arra, egyszer föl a lépcsőn, meg egyszer be azon az ajtón. Menjünk be az ajtón, mi lesz belőle, vajon? Ha be tudunk. Nem tudunk, oké. A másik. Másik ajtó. Addig nem mennék fel, amíg nem muszáj, szóval unlockoltam, szóval itt már jártam, oké, akkor jelenleg ez nem érdekel, akkor fel a lépcsőn. Tényleg terelget, tényleg nem sok opció van, hogy merre fele megyek. Nem, azért ennyire nem vagyunk durvák. Oké, egy ajtó. Oké, és ez szép. Legalább valami. Oké, tehát akkor itt van egy darab ajtó, amerre tudunk menni. Meg megnézzük a másik oldalon is. Jó, futi. És ott van még egy. De oda szerintem kell valami, ha minden igaz. És nem. És nem, be tudok jönni ide, tök jó. Azt mondja, hogy igaz, hogy a Dimitresz kastély borkészítési technikái a 15. századig nyúlnak vissza. Sokkal korábbra, mint a kastély jelenlegi lakói. Azt mondja, a Dimitresz... Igen, azt mondja, hogy Dimitresz néni használja ezt a technikát, hogy a bor ízét és illatát intenzívebbé tegye. Azt mondja, hogy a legjobb vintage bora. Azt mondja, hogy a Sanguis Virginis, vagyis mondja, hogy hölgyvér. Okay. Na, tehát egy különleges helyen tartja. Hát majd jól megtaláljuk előbb-utóbb, jó? Ja, ide kellene tenni majd a bort, oké, okay, majd később fogjuk megtalálni azt, szóval... Chemfluid. Az még nem tudom, hogy mire fogom tudni használni. Ugye a 7. részben tudtunk belőle készíteni mindenféle jóságot. Főleg fegyverekhez. Ott is egy ajtó. Jó, hát akkor menjünk be ezen, jó? Tehát sokat nem veszíthetünk. És tényleg ide kell, oké. Itt megyünk be. Na csezd meg, ez kellett nekem. Oké, és ez egy remek alkalom arra, hogy fussunk innen, mint a rohadás. Hol vagyok? Hossss! Hespicsába! Bazd meg, nem itt vagyok! Hagyjál már békén! Ejjj, és megharapott. El vagyok tévedve teljes mértékben. Hol a francba van a kijárat innen? Nem itt van. És nem az ez! Kicsit megvágtam, na mindegy, ez nem az. Nem, bakker. Futás. Hess lefele? Nem bakker... Ne, menjünk lefele.
Jó, elvileg nem jött utánam, szóval ez jó dolog. Hallgatózom. Oké, szarul vagyok, szóval akkor... Nem tudom, hogy most már tudok-e arra tovább menni, vagy sem. És nem, csezd meg! Menjél már kifele! Pazzeg! Anyukádat azt! Nem! Szevasz, te pénisz arcú! Nőstény állat! Erre nem tudok menni, jó van? Akkor... Futás! A francba. Erre nem tudok... bassza meg! Na és most itt bejön utánam? Persze, hogy bejön utánam! Szakadnál meg! Azt sem tudom, hol vagyok, gyerekek, szóval most akkor van valahol egy térképen, vagy valami? Oké, és... Mennyibe? De nem tudom bemenni. Most ezt nem értem, gyerekek. Most be vagyok zárva ide, vagy... Nem! A kurva élet! Nem, erre nem tudok menni, mert be van zárva, bakker. Szóval, akkor hova a francba tudok menni egyáltalán? Jó, menjünk neki ennek a rovadéknak. Gyere! Ez nem jó dolog, ez nem jó dolog. Valamit elsesztem nagyon, na mindegy. Hagyjam a békén! Nem erre kell menni, szóval... Akkor talán ott a termen túl fogok tudni menni valahova. Hagyjam a békén, bazd meg! Azaz! Ezt el is felejtettem! Futás! Jó, ezt totál elfelejtettem. Ezt teljes mértékben elfelejtettem. Szóval nézzük, hogy állunk. Zöldbe vagyok jelenleg, de nekem kell kraftolnom. Mennyim van? 2 darab. Jó lesz, oké. Okay. Szóval azt mondja, hogy 1958. június 9-e. My first day working at the castle. Tehát első napom a kastélyban. I was most shocked to see other stuff around. Tehát lesokkolt, hogy láttam, hogy az összes többi dolgozó nő. The mistress and her daughters were very adamant that they wouldn't bite. Azt mondja, hogy az úrnő és a lányai ragaszkodtak hozzá, hogy nem harapnak. Nagyon pekőlaj, nem tudom mi az, na mindegy. Ezeket az 58. június 23-a. It's been 2 weeks since I started working. Tehát 2 hete dolgozom a kastélyban, és egy kicsit félek. Egy másik szolgálány, Adela, elkövetett egy hibát, és Miss Daniela megvágta az arcát egy késsel. És éjszaka, I can hear wailing, nem tudom, üvöltést, azt mondja, hogy as if ghosts from the halls, I want to go home. Tehát mintha a szellemek járnának a folyosókon, haza akarok menni. 1958. július 8-a, nem tudom, mit tegyek. The young ladies were complaining, it was too hot and stuffy during dinner, so I opened the window just a crack. Azt mondja, hogy a fiatal hölgyek panaszkodtak, hogy túl meleg van vacsora közben, szóval kinyitottam egy kicsit az ablakot. Csukd be, üvöltötték egyszerre. Félek tőle, hogy I may be taken a cell, never to... Tehát félek, hogy levisznek a pincébe, és soha többé nem látnak. I don't know what to do. Nem tudom, mit csináljak. Én sem tudom, mit csináljak, jó? Tehát én jelenleg... Én állok szarul, jó? Tehát én most nagyon szarul állok. Ott még semmi, jó. Totál elfelejtettem, hogy ezt kell csinálni, bakke. Pocsékolok itt össze-vissza. Na. Igazából itt nem nagyon tudjuk megzavarni, jó? Tehát ott bezárja az ajtót, szóval kimenni sem fogunk tudni. Egyetlen egy hely, ahol már tudunk menni. Egyre mélyebbre.
Ja. Gyerünk. Menjél már. Hát ezt meg most akkor hogyan? Vagy most nem értem. Azt mondja, bízz a fényben. Jó, én bízom, csak nem tudom, hogy mit hogyan kéne. Menjél már oda. Most ez nem gyújtja be? Gyerünk. Valahogy ezeket meg lehet gyújtani, csak nem emlékszem hogyan. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Na, az is lehet, hogy valami nekem kelleni fog hozzá. Egy megvan, oké. Ketteske, akkor csak neki tolom. Szerintem az a legjobb módszer. Vagy lehet, hogy lövöldözni is lehet őket, nem tudom. Menjél már neki, bakker. Na. Kettő megvan. Oké, és valami még volt, szóval azt megnézzük, jó? Jó, csak ennyi, oké. Jó, bíztam a fényben, tovább jutok, csodálatos. Csodálatos. Valami szmöre van itt lenne, azt tuti. Ez mi volt? Azt mondja, hogy jelentkezek, azt mondja, hogy Irina Mihály, Lois Ingrid. Azt mondja, hogy igen, igen, tehát hogy elbukott. Azt mondja, Dandura, Greta, Nadine, Camellia, Bianca, Melina, sokan, sokan, sokan. Oké, szóval gondolom, hogy itt fogok találkozni velük bent valahol. Térkép. Hogy a békén? Ott mi van? Nem tudom, hol vagyok, de az nagyon nem jó. Azt mondja, hogy hol, ott jöttem le, igen. Elvileg itt pedig egy... Ott pedig szépen kimegyek majd, ha igaz. Ez az. Hes, 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 hes. Hagyjatok békén, de rohadt sokan vagytok. Te pénisz. Jaj, erre emlékszem. Erre emlékszem. Na jöttök? Gyere! Gyere, gyere, gyere! 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 Na, az a helyzet, hogy mindegyik megfordul, mert hogy idáig jöhetnek. Ja, akkor szépen kicsit meg lehet gyakni őket, jó? Gyere, sétál ide! Fú, megfordul! Szerencsére elég hülye ahhoz, hogy én itt ilyenkor nyugodtan meg... Magdolhassam kicsikét, jó? Tehát ez egy ilyen apró kis dolog, amit szerintem érdemes használnotok. Jössz már! Gyere! Az helyzet, hogy lóvét adnak, szóval érdemes vele szórakozni kicsit. Meg is hót, oké? Ez most herbet adott. Jössz már, öreg! Szevasz! Hú, de szép sarlód van, nekem is kell egy ilyen, gyere már! Gyere! 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 Gyere föl! Gyere! Gyere, fiam, gyere! Megfordul, megfordul! Mondom én, megfordul, és ilyenkor lazán be lehet vinni neki egy 4-et, 5-öt, 8-at, 6-ot, bármennyit igazából, teljesen mindegy. Jó? Még mindig megy vissza. Na már végre jön. Jössz végre? Gyere. Ezt csak azért mutatom nektek, hogy tehát így is lehet taktikázni, jó?
Ennyi. Jó? Csak egy ilyen apróság. Na mindegy, na nézzünk tovább akkor. Ezt nem mondod komolyan, hogy ott lent kell valamit felszednem. Vagy itt fönt. Mindjárt kiderül. Most itt nem tudom mi van, de ott viszont van egy doboz, azt én tudom. Na csezd meg. Ugye nem jössz utánam, csezd meg. Ott jöttem föl, ott van egy kapu. Nem ábazd meg! Ah, cseszed! Tuti, hogy arra kell tovább mennem. Tuti Isten, hogy arra fele kell tovább mennem, basszus. Valahogy. Nem, 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 tovább, tovább, tovább. Nem arra, bassza meg! Ah, erre, futás, futás, futás. Vagy ebékén, ez az. Tuti Isten, hogy valami ilyesmit kellett csinálnom most. 100%. Jaj, most fogok megküzdeni ez a rohadékkal. Mondom én. Ne nyalakodjál, te pénisz. Ó, dehogy nem tudnak, nyugodjál meg. Ott is van. Ja, kicsit bántalmazza a fény. Először is gyógyítunk egyet magunkon, mert az hasznos. Csezd már meg, ne. Ne. Annak örülök. Most már fogsz. Gyere. Mondom én. Na, kiváló. Meg is hót. Na, kaptam is érte cuccot. Hatalmas torzót, szóval akkor... most egyelőre erre megyünk tovább, és itt lesz a bor, ha jól emlékszem. Itt lesz a bor, ha jól emlékszem. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de... Ja, ott valami info van. Nézzük. Azt mondja, hogy... Another one was sent to the cellar, she had only spilled some soup. Azt mondja, hogy még egyetlen küldtek a pincébe, pedig csak egy kis... ízét leves töntött ki. Everyone knows what happens when you're sent to the cellar. You're never seen again. Tehát mindenki tudja, mi történik, hogyha pincébe küldenek, soha többé nem látnak. They drain your blood, your soul cursed to wander the halls. Azt mondja, kiszívják a véredet, és a lelked örökké a folyosókon fog lézengeni. I went looking for her, and when I found her, she was just skin and bones and gnawing on a red carcass. Amikor elkezdtem keresni, és amikor megtaláltam, már csak csont és bőr volt, és egy halott patkányt. Hallott patkányon csámcsogott. I suspect it will be my turn next. Tehát szerintem enyém lesz a következő. Én leszek a következő. Szóval most már tudjuk, hogy kik ezek a bizbaszok, ugye odalent. Jól lenne, szóval van ide fönt valami, amit le lehet lőni, vagy nem? Az másik terem? Az másik terem. Ja. Az mi? Azaz!